Polgármester urak fognak érkezni elméletileg 9 polgármester úr és az ő felesége, és megmutatja nekik Tibi az iskolát addig, amíg az asszonyok elkészítik azokat a díszeket, amik majd átadásra kerülnek azoknak, akiknek nincs karácsonyfája az idén, és rádió keresztül felhívást fogunk közzétenni, és akik betelefonálnak, az övéké lesz a, vagy inkább úgy mondom, hogy ezek az asztaldíszek, ezek oda fognak kerülni. És amik délelőtt folyamán még készülnek kint Fábián Sebestyénbe, azok ugyanezt a célt fogják szolgálni. Nagy Mágocsi, Derekegyházi, pszichiátriai otthon lakóit szeretnénk egy kicsit megörvendeztetni. Úgy gondolom, hogy ez a készülődés egyrészt jelent egy lélekbéli készülődést a karácsonyra, másrészt pedig arra való készülődés, hogy együtt legyünk, úgy a család, a szeretteink, és azok is összeérjenek lám ilyen körben akár, akik úgymond hajlandók arra is, hogy szebbé tegyék, vagy szépbé tegyék azok számára is a karácsonyt, akik mindenhez saját erejükből talán kevésbé tudnának hozzájárulni. Ezért is úgy gondolom, hogy kivételes ez az alkalom, amelyre a mai napon itt összegyűltünk, és én kívánom azt, hogy mindenki lélekben is, és ugyanígy az elkészített tárgyakkal is nyújtson segítséget ahhoz, hogy a karácsony valóban azt jelentse mindenki számára, amit ennek az ünnepnek mindenütt a világon jelentenie kell. Ne felejtsük el, hogy a karácsony és az advent az leginkább a lelkünknek hasznos, és lelkünknek fontos, hogy a megtestesülő Istent úgy tudjuk majd fogadni karácsonykor, hogy a mi lelkünkben hely van az ő számára, és a mi szívünkben ott meg tud születni hát nevezzük kis Jézusnak, de én inkább azért a majd később szenvedő és meghaló Krisztusra gondolok. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást, mert magam is nagyon nagy kézműves vagyok. Körülbelül egy utolsó éves egyetemista korom óta mindig én készítem az adventi koszorúkat a családnak, meg néha még másoknak is, úgyhogy ez különösen nagy öröm számomra. És azt kívánom, hogy azok, akik megkapják, azok tényleg érezzék, hogy mi ezt milyen nagy szeretettel készítettük. A fiam református lelkész lett, és Szegeden van most éppen, itt tölti a segédlelkészi feladatát. Úgyhogy a karácsonyi készülődésnek köszönöm nektek, hogy meghívtatok a mai alkalomra, hiszen így tegnap este a munkatársammal már lejöttünk ugye a szegedi segédlelkészhez, és meglátogattuk a segédlelkészi lakon. Hát ott legalább kitakaríthattam, nem csak szívemet, lelkemet, de a segédlelkészi lakot is, és ennek ő külön örült, mert azért mégiscsak férfi, és ez nem természetesen az ő reszortja. De hoztam neki egy ilyen házilag gyártott kis adventi koszorút az asztalra, amit mielőtt elindultunk, akkor gyorsan összeraktam, nem mondom, hogy biztos nincs neki otthon, de hát már csak az hiányzott onnan az asztalról különben, de nagyon örült neki, és ez külön öröm volt, hogy is most látom, hogy ti is ezt így készítgettétek itt közösen, és illetve ebben én is most részt vehettem. Öröme legyen a szegénynek, békessége legyen a háborgónak, türelme legyen az izgágának, és ne csak ilyenkor karácsonykor ülje meg az a vágyva várt csend és jó hangulat a családokat, hanem hogy ebből úgy tanulhassunk, hogy minden nap erre vágyakozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te nagyon szerettél és szeretsz minket, és feljebb meghallgatsz, mint ahogy érdemeljük. Amen. Legyen áldott készülésetek és ünneplésetek. Buzóni Marcsi vagyok, hát én is kilógok a sorban, mert én már vállalkozó szférából jövök. A férjem Bozó Zoli, a Mentálkom Zrt-nek az ügyvezető igazgatója, tulajdonosa. Nálunk december 1-én kezdődött ugye a karácsony ebben az évben, mindig első advent vasárnapjára feldíszítjük a házat. Egy pár évvel ezelőtt készített a család egy betlehemet, egy elég nagy betlehemet, amit a háznak a teraszán szoktunk felállítani, ezt közösen a gyerekekkel készítettük, és nálunk ekkor kezdődik a karácsony, tehát az egész december erről szól.
Van egy játszóházam, ott pedig november közepe óta mi már a Mikulásra és a karácsonyra készülődünk, és készülődtünk eddig is. Úgyhogy nekem most ez az ünnep, ez egy picit így hosszúra nyúlik, amit nem igazán bánok, mert nagyon-nagyon szerettem ezt az ünnepet. Két pici gyerekünk van, és két nagyobb a férjem első házasságából. És hát mi a karácsonyt a négy gyermekkel teljes lázba töltjük, és az édesapám van még velünk, valamint a Szent Anna plébániának a plébános ura szokott velünk szenteste vacsorázni. Úgyhogy mi sem jutunk el az éjféli misére, ugye, mert a gyerekek még picik, de így azért az egyház azért ott van mindig velünk minden este, már évek óta ez egy ilyen hagyomány, hogy együtt töltjük ezt az estét, és együtt vacsorázunk. Utána pedig a férjem testvérék karácsony másnapján, és a barátok. Tehát egy 3-4 napig főzőcskézéssel telnek a napjaink. Férjem is nagyon szeret főzni, és én is. Mióta visszamentem dolgozni, nálunk is száraz étel van, tehát anya, mit főztél, és hát a hűtőt kinyitott kislány, és meglátod, hogy bevásároltam. Úgyhogy most nálunk is nagy készülődés van, mert így most talán lesz idő arra, hogy ismét én is a tűzhely mellé álljak, mint eddig 6 éven keresztül minden egyes nap főztem a gyerekeknek. Most, ahogy dolgozom, most már azért egyre kevesebb erre az idő, és a hétvégéig telnek ezzel, és most a karácsony az biztos, hogy ezzel fog. Férjem hajlászlevet főz, ez az ő reszortja, én a hagyományos töltött káposzta, az sosem maradhat el, és természetesen sültek, sütemények. Úgyhogy az evészetről szól nálunk is azért így a karácsonynak egy része, és a főzőcskézésről.